Egyre több a vendég a Barosúti Látogatóközpontban, az első fél éves adatok alapján több mint 10%-kal nőtt a segítséget és útbaigazítást kérő turisták száma. A nyári szezon is megdobta a látogatottságot, az érkezők között pedig hazai és külföldi kirándulók egyaránt vannak. A határon túlról főleg német ajkú turisták érkeznek Győrbe, osztrákok, németek, egyre több holland és cseh is jön, hogy felfedezze a folyók városát. Nagy öröm számunkra, hogy az előző évhez képest 18%-kal emelkedett meg a látogató száma itt nálunk a látogatóközpontban. Ebbe beleértjük mind a külföldi, mind pedig a belföldi turistákat. Az összes megkeresés telefonon, e-mailen vagy bárhoz hozzánk érkezik. Amit még el tudok mondani, hogy a júniusi számokban nagy örömünkre szolgál az, hogy a külföldiek száma jelentősen megemelkedett, és a júliust azt pedig most számolgatjuk majd. Nyáron jól folynak a koncert és fesztivál belépők is a házban, valamint egyre népszerűbb a város felfedező játék is, ami az önkormányzat idegenforgalmi referensének ötlete volt. De nem csak az emeleten, a földszinti ajándékboltban is egyre többen fordulnak meg. Itt főleg a Győrt népszerűsítő ajándéktárgyak fogynak jól, ezek közül a 2017-es EOF kabala állata Hugo a sláger. Folyamatosan próbáljuk bővíteni a termékskálánkat, mindig próbálunk valami újdonságot bevinni a termékkínálatba, és hát ugye mi is készülünk gőzerővel a 2017-es ifjúsági olimpiára, és ezért már az olimpiához köthető relikviák is megtalálhatóak nálunk. Nagyon népszerű a gyerekek körébe különösen itt a kezembe tartott kis plüss Hugo, ezt a gyerekek előszeretettel választják, illetve hát ugye az elmúlt időszak nagy hőségében nagyon sok győri és külföldi is tért be hozzánk, hogy egy kicsit felfrissüljön, és akkor nagy örömmel választották az I Love Győr feliratú vizeinket. A szakemberek arra számítanak, hogy a nyár hátra levő részében tovább erősödik a központ forgalma, hiszen a turizmus kiemelkedően teljesít ebben a szezonban, ez pedig Győrben is mérhető és tapasztalható. Ausztriában például idegenforgalmi kampány indult annak érdekében, hogy egyre több osztrák turistát csábítsanak Magyarországra, többek között a határ közeli Sopronba és Győrbe is.